Mielőtt a nyári szünetnek nekiindulnak a családok, különböző lehetőségeket keresnek, hogy a nyári szünet alatt milyen hasznos programot tudnak gyerekeik számára biztosítani, elküldik őket táborozni. Az én időmben a táborok egészen más jelentettek, mint most. Mi elmentünk valamelyik vidéki városba, valamelyik csodálatos településre, és ott töltöttünk 10 napot, 2 hetet. Manapság a táborok nagy része reggel 7 órától vagy 8 órától 5-ig tart. Egy ilyenről fogunk most számot adni, de ez egy speciális tábor, méghozzá a 6. kerületi gyermekkönyvtárat érintő tábor, és Kaszás Veronika könyvtárvezető, drámapedagógus a vendégem. Szeretettel köszöntelek. Hogy jutott eszedbe, hogy tábort csináljál? Ennek már nagy hagyománya van a könyvtárban, még az előző vezető, ugye, aki most már ugye 4 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, Kucska Zsuzsa, ő kezdte el a nyári táborokat, és mikor én átvettem a könyvtárat, akkor folytattam. Annyiban lett változás, hogy ezek most tematikus táborok, illetve drámapedagógiai olvasótáborok, ahol a vet olvasott regényeket, részleteket, azokat el is játsszuk a gyerekekkel. És minden évben van egy-egy téma, volt, hogy Verne tábor volt, hogy erdei történetek, négyszögletű kerekerdő, Szent Iváni jálom, Robin Hood és a többi, és idei évben pedig az indiánok volt a téma. Még változás az eddigiekhez képest, hogy idén először 2 hetes a tábor, külön alsós és külön felsős tábor tartottunk, ugye nagyon-nagyon vegyes volt a korosztály, és mivel sok volt a jelentkező, már az alsósok feltöltötték volna a tábort, és akkor ezért csináltunk egy külön felsős hetet is. Az első hét volt az alsósoké, és a második pedig a felsősoké. Mind a kettőknek indián volt a téma. Annyi különbséggel, ugye más volt ugye a fókusz, természetesen mélyebben mentünk bele a felsősöknek. Mindegyiknél vettünk indián népmeséket, mítoszokat, a világrendjüket, értékrendjüket, de voltak egy-egy regények is, ugye? És az alsósoknál kortárs magyar regény volt, az apró törpe indiánok, amit eljátszottunk és vettünk, a felsősöknél pedig az utolsó mohikán. És ami a tábornak egy nagyon-nagyon fontos vonzereje, azért ezt a mai világban azért ezt ne adjuk, ez egy ingyenes tábor. Tehát mi az olvasóinknak, törzsolvasóinknak, illetve most már kibővül a kör, és az ő barátaiknak, hiszen akik már tavaly voltak, idén már hozni akarják a barátaikat is, tehát nem csak törzsolvasókból áll, úgy indult, de ezt ingyenesen biztosítjuk. Akinek ahhoz van kedve, hogy olvasson a nyáron, és regényeket játsszon el. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon hasznos speciális területet töltötök be, hiszen pont a nyár az, amikor lehetőség van arra, hogy olvassanak a gyerekek, de a gyerekeink nagy része már a virtuális világban él, és a könyvhöz nem nyúlnak annyira. De nem is tudnak ráérezni a könyvnek az ízére, akkor, hogyha nem tanulnak megolvasni, pedig egy jó könyvvel, hát én tudom, hogyha nekiállok olvasni, akkor pláne, hogyha jön a könyv, akkor 3 napig nem megyek sehova, nem ilyen nappal olvasok, amíg a végére nem érek. Tehát egyszerűen inni lehet, vagy szívni magunkat a könyvnek a varázsát. A sok-sok játék mellett és drámapedagógia mellett hogyan tudjátok megszerettetni az olvasást a gyerekekkel? Tehát van-e hangos fölolvasás, vagy maguknak van idejük arra, hogy félrevonuljanak és olvassanak, és aztán azt földolgozzák? Olyan nem volt, hogy maguk félrevonulnak és olvasnak. Szabadidőben természetesen mindenki keresett, és nem mindenki, de volt, aki kerestek zugot, és akkor olvastak, tehát ilyen is van. Általában közösen haladunk, tehát inkább vagy én elmondom élő szóval, elmesélem azt a mesét, vagy felolvassunk regény részleteket. Ugye nagyon másként haladnának, úgyhogy inkább a közös felolvasás, a közösség teremtő ereje. A felsősök is nagyon élvezték, ugye mi felépítettünk egy indián tábort sátrakkal körbe, ezt a Terézvárosi Önkormányzat támogatásából vettük, minden évben ő támogat minket, az önkormányzat. Tehát ettől tud ingyenes lenni? Nem, ingyenes attól tud lenni, hogy mi könyvtárosok ezt ingyen csináljuk, és mindenki maga hozza az ételt, viszont eszközök, ugye egy drámapedagógiai táborban nagyon sok kellék, eszköz kell, illetve alapanyagok, ezeket nem tudnánk ugye mi biztosítani. Tehát az, hogy ne csak az legyen, hogy ülünk és mesélünk, hogy valami színesebb, szagosabb dolog legyen, ez az önkormányzatnak a támogatása. Tehát például a sátrakat, a fejdíszeket, egy igazi
sámándobot tudtunk venni, tehát nagyon-nagyon sok olyan kellék van, amit az ő támogatásunknak köszönhetően tudunk bevenni, ez eddig években is így volt, és mindig olyan dolgokat szerzünk be, amit utána aztán évközben tudunk használni. Tehát amikor délelőtt jönnek iskolai, óvodai csoportok egy-egy drámafoglalkozásra, eddig is sok indiános, főleg az óvodás korosztály, sok indiános foglalkozást kértek, de most már tényleg minőségi módon tudjuk ezt majd nekik is. Tehát ez az, amit nekik köszönhetünk. De például a felépített sátortáborban, ugye ott mindenki a sátra előtt elheveredett, amikor vagy körbeültünk, vagy tényleg ebéd után már inkább elheveredtek, és úgy hallgatták a mesélést. Tehát ez érdekli, a hangos, közös felolvasás, az érdekli még most is a gyerekeket. Mennyire tudnak a gyerekek olvasni? Mennyire értően olvasnak? Mi a tapasztalatod? És a felolvasásban mennyire kapcsolódhatnak bele a gyerekek? Nagyon változó, hogy tudnak olvasni. Azért, akik a könyvtárba járnak, akik úgy nevezünk, hogy törzsolvasók, és sokat olvasnak náluk, azért ez bejáratódott. Bár akkor is a hangos felolvasás az egy kicsit azért más műfaj. Tehát... Van még az iskolákban olyan, hogy hangos olvasás? Hát ezt én most nem tudom. Ennek utána fogunk járni. Igen. Valószínűleg tanár is válogatja. Mert egy nagyon fontos epizód a gyerekek fejlődésében a hangos olvasás. Igen, igazából régen is csak alsóban volt. Tehát igen. Felsőben már én sem emlékszem, hogy kellett volna felolvasni. Nem, felsőben biztos, hogy nincs. Az első, igen. Második, harmadik osztályban, negyedik osztályban is még. Az értő és hangos kifejező olvasás. Igen, bár azért ennek megvan a rizikója is, mert aki nem annyira ügyesen olvas fel egyrészt, másrészt nem annyira szeret mások előtt szerepelni, azokban kialakulhat egy jó nagy erős gátlás a továbbiakban is ezzel kapcsolatban. De például volt, hogy kézműves foglalkozás közben volt nálunk felolvasás, ugye amikor ők nem is tudtak volna olvasni, tehát hogy csinálták, gyártották mondjuk az indián ez a fonat, ugye, amit a hajukba tettek, indián karkötőt is fontak, volt, hogy a talizmányuknak ugye azt az kis erszényét, amit a nyakba vagy az övre akasztva lehetett hordani, azt maguk készítették el, fejdíszüket készítettek ilyenek. És ez alatt azért, hogy ez így ne legyen unalmas, mert mondjuk egy ilyen indián fonat azért eléggé monoton dolog, és akkor közben ment a felolvasás. Említetted, hogy az alsó tagozatosok közül több mint 20 gyermek vett részt a táborban. Eredendően ez a létszám, ez kevés, sok, elegendő, pont ennyit bír el a könyvtár. Hogyan lehet ezt elképzelni? Ez a legideálisabb. Ugye amelyek 22-nél több nem is lehet egy csoportban ahhoz, hogy jól lehessen foglalkozni velük. Hát igen. Tehát mivel nekünk nem csak a gyerek megőrzés a célunk, ugye, ezért tehát tényleg szeretnénk átadni valamit, megtapasztalni közösségben azokat az értékrendeket, mondjuk idén most az indiánok, de az a lényeg, hogy minden évben azért egy erős, nem mondjuk ezt ki a gyerekeknek, de egy erős pedagógiai célunk is van, és ezt mondjuk egy ilyen nagy tömegben nem lehet. Úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem abszolút ideális ez a létszám, ez a 20 fős létszám. Említetted, hogy olyan sok volt a jelentkező, hogy kettő csoportra kellett bontani, volt alsó és felső tagozatos. Én megmondom egész őszintén, hogy csodálkozom rajta, hogy ilyen sok felsős részt vett a táborban, mert inkább a felsősök a sporttábort szokták választani, vagy nem tudom, tehát őket már egyáltalán ilyen típusú táborba elég nehéz beintegrálni a szülőknek. Ez a szintén a törzs közönségetekből, a törzs olvasóitól alakult ki ez a kis közösség? Alapvetően igen, és ugye ők hát ismernek minket, ismerik a programokat, amik itt vannak, tudják, hogy ez nekik való színvonalas. Másrészt ugye hát olvasnak, tehát a törzs közönség az tényleg rendszeresen járnak, és nagyon-nagyon sok könyvet, és gyorsan és szívesen olvasnak. Úgyhogy van egy olyan réteg, akiknek ez vonzó. Ugye a környezet is a könyvtárban már nem egy szokványos könyvtár vagyunk, egy nagyon-nagyon inspiráló közeg, színházi díszletszerű kezd ez most már lenni, ahogy ez a műerdő ugye egyre inkább átveszi az uralmat a könyvtár fölött. Úgyhogy már maga az, hogy ide jöhetnek, ez már vonzó lehetőség. És hát ugye olyanok is voltak, akik
Egyébként sok indián könyvet olvastak, tehát ebben az évben ez még külön vonzerő volt. Van olyan olvasó, aki például, amikor az utolsó Mohikánt vettük, akkor azt mondta, hogy ő ezt már nagyon rég olvasta, de hogy most akkor hazament este, mert ez 2 napig volt, amíg ezt játszottunk, haladtunk a történetben és előadtuk, és akkor volt, hogy ő hazament, és akkor bizonyos részeket újraolvasott, és akkor már mondta, hogy ez egész pontosan akkor ez úgy van, meg ott azt mondják, hogy, úgyhogy, és ő például Unkászt játszotta ugye a fiát, és akkor ott, hogyha pontosítani kellett, akkor Unkász mondta el, hogy ez hogy is van igazából. De hát ugye igazából az is plusz vonzerő, hogy most csak felsősök lehettek, tehát ez így most vonzóbb, mint amikor együtt kell az elsős másodikosokkal lenni. Tehát hát egészen biztos, hogy módszertanba is teljesen külön lehet választani. Kikkel könnyebb, vagy kikkel, milyen szempont szerint miért jobb foglalkozni? Direkt nem úgy teszem föl, hogy melyik csokkorosztályt kedveled jobban, vagy kivel hogyan lehet haladni, de melyiknek mi volt az erőssége, melyik csoportnak mi volt az erőssége? Ugye a felsősöknél, aki komolyan vette a játékot, és már tényleg az minőségben... Hát játszani csak komolyan lehet. Igen, de voltak, akik tényleg minőségben annyira átélték, és annyira komolyan tudtak. Például a Maguával, hát nevezzük gonosz Huron főnöknek, őt is annyira komolyan járt. Egyébként egy tündéri kedves gyerek, tehát semmilyen vadság nincs benne, ami mondjuk meglepő is lehetne azért kamas rácoknál, de a semmi vadság nincs benne, és mégis annyira átszellemülten, hogy akkor most, és egyik pillanatban a másik, jó, akkor én most a Huron vagyok, és akkor úgy, tehát nagyon, nagyon jó volt látni, hogy egy törzsfőnököt komolyan alakítanak, de hát ugye sokáig nem tud mindenki komoly maradni, tehát például aki a törzsfőnökünket játszotta, vagy Csingácsukat játszotta, hát ő nagyon komolyan, de néha olyan Woody ellenes beköpéseket adott elő törzsfőnöki méltóság. Azért csak kibújik azért a kamasz belőlük. Úgyhogy ez nagyon szórakoztató volt, és jó volt velük együtt játszani. Tehát, hogy ez már sokkal minőségibb volt, és komolyabb volt ilyen szinten. De hát ugye, amikor meg ők elkezdenek hűlni, de édesen hűltek akkor is, tehát, hogy ilyen, ugye az Unkászból jött ez a, hát a fiúkat mindig nehéz volt leállítani, amikor így elkezdték ezt, kitaláltak ők egy ilyen Unkász, és akkor így egy ilyen az Unkászt viccelődve, és akkor állandóan ment ez a... Tehát minden egyes kis apró dologra, akkor elkezdték az indián táncot ők is spontán, és akkor az összes elkezdte. Tehát, hogy így vannak azért ilyen nehézségek, ugye, de hát ez egy nyárba, és a kamaszokhoz ez hozzátartozik. Hát és ott vannak a kicsik, akik hát viszont olyan édesek, hogy... Tehát ők meg úgy veszik komolyan, hogy nem komolyan játsszák el, hanem komolyan veszik. Tehát ők meg attól bájosak. Megfogalmazódott-e benned azt, hogy a következő évi tábornak mi lesz a témája? Nem, ezt még nem tartunk. Egyelőre most az következik, ugye, hogy mi augusztusban zárva vagyunk, ugye az első 2 hét, már július végétől elkezdődök volt ez a tábor, zárvatartás alatt, és akkor most szeptember 2-i nyitásig a fennmaradó idővel most akkor rendet teszünk a könyvtárban. Remélhetőleg szándékaink szerint minden könyv biztosan a helyére kerül, mert ugye azért évközben azért 28 000 könyvben nehéz az olvasók, ide rakom, oda rakom, ezt úgy tartani, igyekszünk, de ilyenkor elvileg szeptemberi nyitáskor tényleg mindennek a helyén kell lennie, úgyhogy polcok is tisztán, úgyhogy van bőven dolgunk most, de a nyári táborra még nem gondolkozunk. Az biztos, hogy évközben egyrészt az iskolai óvodai csoportoknak, ugye, akiknek szintén ingyenes foglalkozásokat tartunk, tehát bátorítok minden óvópedagógust, meg tanárt, hogy jöjjenek. Nem kell ahhoz kerületi iskolának, óvodának sem kell lennie, úgyhogy bármilyen témában drámafoglalkozásokat tartunk az iskoláknak ingyenesen, délelőttönként, és hát akkor ugye most lesz az indián, illetve szeretnénk, ha már ilyen komoly apparátusunk van, akkor a péntekenként ugye is szoktak lenni esetleg drámafoglalkozások a könyvtárban bárkinek, ugye, aki jön, és hát ott is biztos, hogy lesznek indiános foglalkozások. Hát ezt most már kár, majd látszik a képeken, hogy milyen komoly sátrak és indián dob és felszerelés van, úgyhogy ez kár a szekrényben tartani. Nagyon jó következő évet kívánok. Köszönjük.